優しい子になってほしい。大きくなるまで見守ってやろう。みんなとはちょっと変わった私たち家族。狼ってどうしていつも悪者なの？Sziasztok! Attis vagyok, és nagy szeretettel köszöntök mindenkit itt az Anime Egyetem csatornáján. Mielőtt belevágnánk a mai videóba, szeretnék egy fantasztikus hírt közölni veletek. Meg lett a 2000 feliratkozó. 2000! Még kisebb sokban vagyok jelenleg is, ez rengeteg ember. Főleg egy 3 hónapos csatorna esetében rengeteg ember. Főleg úgy, hogy december 15-én posztoltam az Anime Egyetem Facebook oldalán egy képet, hogy meg lett az 1000 feliratkozó, és tegnap pénteken, január 15-én posztoltam a 2000 feliratkozós képet. Tehát egyetlen hónap alatt megduplázódott az Anime Egyetemisták száma, plusz 1000 fő érkezett a csatornára, ez hihetetlenül sok. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt vagytok, köszönöm, hogy támogattok, hogy írtok, hogy lájkoltok, hogy kommenteltek, hogy megosztjátok a videóimat, úgyhogy köszönöm szépen, és remélem, hogy itt lesztek ezután is. A mai videó valamelyest rendhagyó lesz, mivel nem egy anime sorozat kerül terítékre, hanem egy anime movie, aminek a címe The Wolf Children's Ame and Yuki. Ez egy 2012-es anime movie, amit a Madhouse és a stúdió Chizu készített el. A különlegessége az szerintem, hogy anyuka animésítő ereje van. Ugyanis a főszerepben egy fiatal nő, aztán egy fiatal anyuka áll, és a pici gyerkőcök rendkívül gyönyörű, rendkívül megható, rendkívül érzelmes, tele van mondani valóval, igen komoly, mégis családbarát movie, úgyhogy szerintem én is be fogom ezt vetni, és csinálhatnánk közösen egy olyat, hogy anyukánkkal megnézzük közösen, vagy megnézetjük vele ezt az anime movie-t, és aztán posztoljuk az eredményét, és anyukán nem is látott még egy animét sem, nem is érdekli, de ennek meg lehet ez a varázslatos ereje, úgyhogy vágjunk bele. Illetve még arra szeretnélek kérni titeket, hogy ajánljatok nekem anime movie-kat az elmúlt évekből, amiket láttatok, és baromi jó volt, és tetszett, és érdemes lenne szerintetek egy kritikát készíteni róla, mert picit gyenge vagyok ezen a téren, nem sokat láttam az elmúlt évekből, egy-kettőt csak, úgyhogy kérek titeket, hogy mondjatok nekem ilyeneket, hát ha jön róla még kritika. Hölgyeim és uraim, ez itt az Anime Egyetem, és a The Wolf Children's Ame and Yuki. 母によると、私たち兄弟は人間と狼、どちらの生き方をすればよいか、まるで迷っているようだったといいます。Történetünk főszereplője Hana, egy fiatal nő, aki egy mosodában dolgozik, mellette pedig egyetemre jár. Egy nap meglát egy fura srácot, akinek nincs könyve, de mégis szorgosan jegyzetel, és óra után pedig a hátsó ajtón sunyin távozik. Utána megy megkérdezi, hogy miért sunyog, megismerkednek, és ezután szépen szerelembe is esnek. Aztán megtörténik az, aminek meg kell történnie. Nem az te kis huncut. A srác felfedi a valódi énjét a lánynak, vagyis hogy ő félig farkas és félig ember, egy ilyen klánnak az utolsó leszármazottja ő. Azért is mondom mindig, hogy srác, mert hogy a srác neve nem derül ki az egész anime folyamán. Hana így is elfogadja őt, beteljesítik a szerelmük, és megtörténik az, aminek meg kell történnie. És hát megszületik az első gyermekük, Yuki, aztán érdekelnek boldogan, a srác egy ilyen költöztető-szerű cégnél dolgozik, hanem pedig továbbra is egyetemre jár, közben pedig nevelgetik szépen közösen Yukit, aztán egy évvel azután, hogy Yuki megszületett, megszületik Ame is, egy kisfiú. Ez talán spoiler, és ezt az egyetlen kis információt nem akarod tudni, akkor itt most skippelj egy, nem tudom, fél percet, de mivel a borítókon is, és sehol sem jelenik meg ugye a férfi, ez elég nyilvánvaló lehet, hogy ő nem szereplője később a történetnek, ugyanis ő meghal. Hana neveli tovább a gyerkőcöket, és ez a történet tulajdonképpen ő háromjuk története, egy fiatal anyuka története, akinek meg kell birkóznia az egész világgal, a gyerekneveléssel, a saját bánatával, a saját magányával, az új szituációkkal, a kirekesztettséggel, és a két gyerkőc története, akik szeretnék megtalálni önmagukat ebben a világban, úgyhogy ők is félig farkas és félig embergyerekek.
Nagyon érdekes az egész hangulata és történetvezetése az animének, ugyanis ha a nyugati populáris animációs filmekhez hasonlítjuk, akkor látható az, hogy sokkal nyugodtabb, sokkal finomabb a történetvezetés, és nem a történet mozgatja a karaktereinket, hanem a karakterek állnak a középpontban, ez az ő történetük, az ő fejlődésük, és a karaktereink azok, akik előre mozdítják a történetet. Nincs óriási főgonosz, nem akarja senki elrabolni és megölni a gyerekeket, nem akar elpusztulni a világ, mégis vannak problémáik, mégis vannak válságok, mégis vannak krízisek, de ezek az adott szereplőinkkel kapcsolatos krízisek, az ő lelkükkel, életükkel kapcsolatosak, amiket meg kell oldaniuk és tovább kell lendülniük belőle. Illetve a befejezés sem egy átlagos happy end, ahol boldogan élnek, amíg meg nem halnak. Gyönyörű befejezésünk van, de a befejezés is teli van mondani valóval. Keserédes, mégis szép és nagyon-nagyon megható, megfogó az anime befejezése. Beszéljünk egy picit a karakterekről. Hana a főszereplőnk az egyik legszimpatikusabb, legszerethetőbb, legerősebb, legemberibb női karakter, akit valaha is láttam animékben. Hana kitartása és elhivatottsága hihetetlen, ahogy tanul és dolgozik egyszerre, ahogy később a gyerekek mellett tanul és dolgozik egyszerre, illetve hihetetlen az a szép, tiszta, kitartó szerelem, amivel szereti a mi farkas ember srácunkat. Annyira szép az a jelenet, amikor még csak a randi fázisban tartanak és várakozik, azt hiszem egy kávébolt előtt, ugye a srácra, és eltelik többől a hosszú, és ott ül a sötétben, és ott kuporog, és még mindig kitartóan várja, hogy megjelenjen. Aztán később, amikor a srác felfedi a valódi énjét, azaz azt, hogy ő félig farkas és félig ember, akkor őszintén és teljesen elfogadja azt a másik embert. És mennyire szép ez a szimbolika, ami a félig farkas, félig ember férfi mögött rejlik. Ugyanis mindannyiunknak, mind férfiaknak, mind nőknek van egy fényes, világos, ragyogó, szép, szerethető oldala, és ugyanakkor megvannak a negatív tulajdonságaink, a sötét oldalunk, a sötét múltunk, és ez az kettő dolog tesz minket együtt egy egész emberré. És akkor tud a két ember kapcsolata igazán kiteljesedni, ha a másik emberünk, a partnerünk ezzel a sötét oldal együtt őszintén és teljesen tud minket elfogadni emberként, és szeretné szerelembe esni velünk. Hana a gyerekek iránti szeretete, türelme, törődése szintén példaértékű. Nem túlféltő, hagyja, hogy felfedezzék saját magukat, és nem is zsarnok. Imádom azt a jelenetet, az egyik kedvenc, amikor Hana megkérdezi a gyerekektől, még tök picik, ilyen 3-4 éves körüliek, hogy ti mi szeretnétek lenni, döntsétek el, emberek vagy farkasok. És nem az van, hogy sok szülő még a felnőtt 18 éves gyerekének is azt mondja, hogy hát kisfiam, kislányom, már pedig te ez leszel, már pedig te orvos leszel, már pedig te ügyvéd leszel, már pedig azt csinálod, amit én akarok, ameddig az én házamban laksz, én vagyok az apád, én vagyok az anyád. Nem, a 3-4 éves kisgyerekeknek azt mondja, hogy ti döntsétek el, hogy mik szeretnétek lenni, és melyik utat szeretnétek választani. Hana kitartó és fáradhatatlan. Ha valamit nem tud, akkor nem a világot hibáztatja, és nem is önmagát hibáztatja, csupán elismeri, elfogadja azt, hogy hiányát szenvedi bizonyos képességeknek, amire szüksége van, aztán pedig rendíthetetlenül arra törekszik, hogy ezeket megszerezze. Tanul, könyvekből tanul, másoktól tanul, és minden esetben alázatosan teszi ezt. Hana igazi példakép lehet minden nőnek, minden fiatal anyukának, és minden fiatal lánynak és nőnek egyaránt szerintem. Ott van nekünk a két gyerkőc, Yuki, az idősebb, ő a lány, és Ame, a fiatalabb, a fiú. Yuki egy igazi szabad szellemű, kalandozó, lelkes, élettel teli energiával teli kiscsaj, aki felfedez mindent, lerombol mindent, aki kiharcolja magának, amit akar. Ame pedig egy visszahúzódó, beteges, picit gyengébb testű, félénk kis fiúcska. Nagyon tetszik az anime során, hogy ők is fejlődnek, ők is változnak. Nem az történik, hogy ahogy az anime elején megismerjük a karaktereinket, olyanok lesznek az anime végén is, hanem ténylegesen fejlődnek, alakulnak és saját utat járnak be. A mellékszereplők is hihetetlenül jól sikerültek, és szinte nincs is olyan mellék karakterünk fontosabb, akit ne szeretnék, vagy ne tartanék valamilyen szempontból szimpatikusnak, vagy fontosnak. Ott van az öreg papi, ott vannak a szomszédok, ott van Yuki iskolatársa, Sohei. Még az olyan mellék karakterünk is képesek tartós benyomást tenni ránk, akik nem is emberek, hanem állatok. Ilyenek is lesznek, ők nyilvánvalóan nem beszélnek, tehát ennyire a fantasy irányában nem megy el az anime. A fantasyt éppen csak egy kis fűszerezésként használja, hogy különlegessé tegye az egész animét. Tehát ők is fontosak, és ők csak hallgatnak, tekintetekkel, mozgásokkal kommunikálnak, és még így is lényegesek és fontosak lesznek. Nagyon fontos pozitívum számomra, hogy a gyerekkorban lévő gyerekek hangját kis gyerek színészek adták ténylegesen, mini Seijuk, ami miatt még hitelesebb, még autentikusabb lett
a gyerekek karaktere. Nézzük meg a negatívumokat. Egyetlen lényeges negatívumot tudok mondani az animével kapcsolatban, az pedig a helyenként feltűnő CGI. A nagyvárosi környezetben, mikor játszódik az anime, akkor az ott mozgó embereket kivétel nélkül CGI-jal valósítják meg. Nem annyira feltűnő, ha az ember ignorálja, akkor nem annyira zavaró, de miután én észrevettem, hogy ők CGI emberek, utána mindig megakadt rajta a szemem, és ez egy picit zavaró volt. De én kívánom azt, hogy minden animében csak ennyi negatívum legyen, és akkor sok nagyon-nagyon-nagyon jó animével fogunk találkozni. Nézzük meg a pozitívumokat, ahogy hogy miért jó ez az anime. Egy olyan történetet kapunk, ami úgy mutatja be az élet nagy kérdéseit, a változást, a gyereknevelést, a szeretetet, a szerelmet, a kirekesztettséget, a magányt, a megküzdést, hogy egy nagyon érzelmes, nagyon élvezhető, szórakoztató és cuki történetbe foglalja bele. Tel-is-teli van mondani valóval, szimbolikával, egy komoly életanime, ami mégis szórakoztató, mert cuki, mert vicces jelenetek vannak benne, és így minden igényt ki tud elégíteni. A másik dolog, ami nagyon-nagyon erőssége ennek az animének, hogy a jeleneteket úgy tudják megkoreografálni és megvalósítani, hogy azok hihetetlenül hangulatosak lesznek. Mondok egy-két példát. Ott van, amikor Yuki beteg lesz, és Hana nem tudja eldönteni, hogy gyerekorvoshoz vagy állatorvoshoz vigye, és ott vacilál a kettő között. Hana és a srác első együttöltött éjszakáját is megörökíti az anime, és végre egy olyan szexjelenetet kapunk, ami szép, ami letisztult, ami romantikus, ami igényes, és egyszerűen hihetetlenül jó. Amikor Yuki megszületik, és mind a ketten fekszenek oda nyomva az arcukat, és arról beszélnek, hogy hogyan szeretnék őt elképzelni a jövőben, nagyon szép és nagyon megmozgató. Aztán, amikor Yuki születés, akkor a srác elmegy fácánt fogni, és csupa tollasan hazajön. Mikor Yuki kergeti a macskát kis farkas formájában, mikor a hóban bolondoznak, mikor Ame egy mesekönyvet olvas, amiben a falusiak üldözik a farkast, és meg akarják ölni. Mennyire jó már! Még rengeteg ilyen jelenet van. Plusz az anime másik nagy erőssége, hogy amellett, hogy tök jó zenéi vannak és hangulatos zenéi vannak, vannak jelenetek és jelenetsorok, amikor nem is használnak egyáltalán semmilyen hangot, és pont ezzel tudják megteremteni a feszültséget és a drámát. A másik ilyen, mikor nem beszélgetnek a karakterink, hanem csak életképeket, villanásokat mutatnak, a Hana és a srác mindennapi életéből alá zenét betesznek, és sokkal hangulatosabb lesz, mint hogyha a beszélgetős jelenetek lennének. Következő pozitívum, hogy a realisztikus és borzasztó cuki gyerekeket kapunk. Ezek a gyerekek hisztiznek, tönkretesznek dolgokat, verekednek, lármásak, és minden, amit egy gyerek kapcsán csak el tudunk képzelni, emellett viszont borzasztó aranyosak és cukik is. Pláne, hogy át tudnak alakulni farkassá, és ilyen édi-bédi kis farkasüleik vannak, és farkasformában is rohangálnak, és pusztítanak, és egyszerűen hihetetlen aranyos. Ez a pici kis adalék, hogy a gyerekek át tudnak változni farkassá, ez pont annyi fantazit ad hozzá, hogy ne menjen el az irrealisztikus irányába, ami teljesen átérezhető legyen a mindennap életünk kapcsán is, mégis szinte elvarázsolja az animét. Borzasztó érzelmesek a szeretetteljes jelenetek, hihetetlen motiválóak Hana jelenetei, ahogy dolgozik, ahogy berendezi az újjátét, ahogy neveli a gyerekeket, ahogy ott van a kis fényképe a srácnak a szekrényen, illetve kapunk egy gyönyörű lezárást az animében, ami szintén nagyon szép, minden karakter szempontjából, és nagyon jelentőségteljes is. Még nagyon sok mindent el lehetne mondani erről az animéről, ki lehetne bontani a mögöttes jelentéseket, és az sokfajta szimbolikát, ami megjelenik az animében, viszont nem szeretném előre lelőni a poént, nem szeretném elszpoilerezni a történetet, szándékosan nem beszéltem szinte semennyire a második és harmadik feléről az animének, ahol egészen más környezetben játszódik, és egészen más dolgok történnek, mint az elsőben, mert azt szeretném, hogyha ti fedeznétek fel magatoknak. Ennyi volt már az Anime Egyetem, köszönöm, hogy itt voltatok, ne felejtsétek el megnézni anyukátokkal ezt a movie-t és kommentelni az eredményről, illetve kommenteljetek nekem kérlek olyan movie-kat, amiket említettem a videó elején. Illetve ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, iratkozzatok fel, kommenteljetek, illetve látogassatok el az Anime Egyetem Facebook oldalára is. Nagyon-nagyon hálás vagyok nem csak az egyes emberkéknek, akik megosztanak, lájkolnak, kommentelnek és terjesztik az igét, hanem a csoportoknak is, akik hétről hétre megosztanak, és úgy döntöttem, hogy szeretnék mindenkit időnként szerepeltetni a videóban és felvillantani a képüket, úgyhogy minden egyes videó végén nem a kettő megszokott csoportomat fogom említeni, hanem mindig másik kettőt. Ez most az Anime Mania Hun és az Anime Forever oldala, ami mindkettő baromi jó oldal, szépek, nagyok, sokan vannak, sok poszt van, sokat kommentelnek, jó a közösség, úgyhogy mindenképp ajánlom nektek, hogy ellátogassatok ide is. Köszönöm, hogy itt voltatok, remélem, hogy találkozunk legközelebb is, sziasztok!